Jó estét kívánok, hölgyeim, uraim! Visszatértem. Feltámadtam hamvaimból, mint egy főnix madár, nem voltam már több mint egy hete. Nagyon-nagyon rég voltunk, azóta mi történt itt? Semmi! Most nincs is event igazából. Mi van most? Mit csináltunk legutóbb? Azt hiszem szintelgettünk, hétvége volt, eventeztünk, meg minden. Úgyhogy igazából a szintelést tudjuk folytatni, meg 8 órakor kereken 10 perc múlva lesz még egy harmónia event. Egy harmonika event lesz ma, hölgyeim és uraim, úgy bizony, de. Úgyhogy a harmonika eventre elmegyünk, és utána pedig majd szerintem szintelgetünk. Szintelgetés fog működni itt. No, nézzük csak, hogy miből élünk. Olyan rég voltam, hogy az már egyszerűen hihetetlen. Tele vagyunk szívvel. Mindennel. Aha. Sortírozunk egyet. Aha, van ám itt. Elvarázsolt piros gömbre van szükségünk. Elvarázsolt. Mint pihos. Elvarázsolt piros gömb. Ú, jó sok kis elvarázsolt piros gemb van. Kicsit hangos ez így. Hát nem tudom egyébként, hogy milyen a streamnek a minőség, itt folyamat írogatja nekem ki, hogy rossz a kapcsolat, rooster. Kettő darab 5,8-ért. Az elég jó deal. Lement az ára itt a gömböknek. Jó napot kívánok, ez kell nekünk. Ez bizony kell nekünk. Megveszünk itt mindent, ami háromnál olcsóbb. 30. Ó, nagyon lent van. Ó, mi történt itt? Itt volt valami piros gömb event? Mindenkinek piros gömb esett? Mondjuk itt úgy látom, azért vannak itt drágaságok is. Hát itt nagyon jó akciók vannak. Ezen viszont pénzem az nincs. Akció van, pénz nincs. Mit kell most húznom még ebből? 5-ös, 0-as, 9-es. Ó, várjál csak, akkor ezt kell felhúzni. Aha. Jó napot kívánok. Nyomunk egy szortírozást. Akkor egyberakást. Várni kell egy kicsit. Geri, köszi szépen a lájkot. Aha. Elvarázsolt kék gömb is kell. Gemb. Elvarázsolt kék gemb. Aha. Ezért vannak ám itt árak. Azt hittem, hogy sok pénzem van, azt elkezdtem vásárolgatni ezeket, az hirtelen már nem volt pénzem. Ajjajjaj. Ahogy itt vannak a bahátaim. Valaki kirakott egy párat egész olcsón. Megvesszük. Sárgából is itt van, aha, itt van az 5,8 milliós barátunk. És el is fogyott a pénzünk. Ennyi volt, köszönjük szépen a lehetőséget. Ennyit ér, 60 milliárd. Moche. Sütimester. Micsoda nevek. Na jó. 13-13-17. Ebből már tudunk egyet húzni. Nyúzni. Húzzunk. Levétel. Lövétel. Oké. És húzzuk csak meg. 10 darab ősi gömb kell. Jó. Van hang egyáltalán amúgy. Ha jó napot. Van. Van hang. És 7-es szintűre is tudjuk ezt húzni. Oh my god, ez mindjárt 9-es lesz. Azon felül húzgálni kellene ezeket a szajrékat is, csak ahhoz már nincsen sajré. Van egy csomó pókmérgem, azt el kellene adnom. Nem rossz terv, és 5 perc múlva event. Pókméreg. Nézzük meg, mennyibe mennek a pókmérgek. Pókméreg.
Kettesével 5,8. 2, aha. Hát 2,8-ben, ha kirakom darabját, az úgy jó. Az úgy nagyon jó. Ilyen, izé, egyberakó ellentét is kellene, hogy mindent szedjen külön. Ilyenkor azért amúgy nem árt. Gyors szennyel szedjük. Milyen event? Egész héten van. Most harmónia event lesz. És minden este 8-kor van valamiféle event. Tegnap boss event volt, arról pont lemaradtunk. Mert tegnap nem tudtam streamelni mötint. Azelőtt meg tüzes hordó volt, tehát hogy mindig van valamiféle event este 8-kor. Hétvégén pedig izé van. Olyan event, ahol tudsz sétszerezni magadnak. Gondolok itt például OX eventre, ahol ha belépsz, alapból kapsz 5000. Vagyis egy ládat, amiből nyithatsz 1 és 5000 ség között valamennyit. És vasárnap pedig labirintus event van, ott meg hogyha találsz egy oszlopot, az 1000 sét ér. Általában egy ilyen 5 oszlopot ki tudsz onnan szedni. Na, 2,8 milliárd, oké. Okay. 2,8 zilliárd. Ezt is kirakjuk 2,8 csicsilliárdba. Ahogy elírjam, mind egyszer eladtam 900 izé. Yangér egy kék szívet. 900 Yangért. 900 Yangji. Tü-tü-tü. 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 Szennyel szedjük. Oké. Oké, Jose. Jó. Irány a gazdagság. Na ezt mind el kellene adni 3 nap alatt, hogy ne kelljen újra nyitni a boltot. Szia Norbert. Mindjárt indul az övent. Erre az öventre kell valami érdekesség. Igazából söbesség kell, ez semmi más. Ha jól emlékszik. Nem valami nagy a tolakodás itt most. Erre az esti eventre. Se baj, Tóbiás. Se baj. Se baj. Viszont úgy nézem, hogy a TikTokot lehet, hogy újra kell majd indítani. Hogy hát tudja a gyász. Meglátjuk. Ha nem megy ki az izé TikTokos értesítések, akkor az baj. Fél óra múlva. Event után újra indítom, max. Nyú. Mennyi? 58. 2 perc, és indul az event. Az innen is gondolom. Hát elmegyünk, meg kiszedünk egy pár oszlopot, azokat gondolom be lehet váltani ládára, és akkor pedig, ha az siker, akkor nyithatunk mondjuk egy gyémánt körül záró panfit. Mert miért ne nyitnánk? Hát nem? Hát de. Fisak pajzsot 9? No, 1-es, 9-es. Most igazából az ékszerekre mentem rá, meg cipőre, cipő 9, a füles 9, az erdei mennyikönyv karkötő, ezt most húztam, ez 7-es lett, és a nyaki az pedig 0-ás. Kicsit költséges ez a nagy probléma itt. Mifelénk. Mert nincs valami menő hátasom. Hát nehogy már itten izé. Ó, dehogy nincs. Ó, basszus, ezeket át kell adni egy másik karira. Át kell bizony adni egy másik karakterre. Ezek a zenyémek. Vagy nem. Vagy de. Ezt átadjuk. 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 Ó, igen. Ó, igen. Ez egy kedvenc hátasom. Mostanában annyi jó hátas bekerült egyébként. Ez a Magic Time 2, így van Milán. Annyi jó hátas bent van mostanában. Többek közt, hol van? Ez a bálna. 7000 sé volt. Ez milyen brutál jól néz ki, nem? 7000 sé, az ingyen van. Azt szinte ingyen van. Oké, mehetünk.
Mehet ez event. Ez melyik szerver? Ez a Magic Time 2, kérlek szépen. És pirosat kell keresni, viszont átülünk a lehető leggyorsabb hátasunkra. Nem más, mint a kukac. Ez narancs vagy piros? Na more. Megütöttem valakit. Oké, piros megbolt, mehet a narancs. Távoli. Pink. Várjál, ez lila vagy pink? Túlszaladok rajta. Nanancs. Sága. Sága. Itt a sága. Kajak, túlszaladok rajta. Hamarabb kell fékeznem. Olyan rég játszottam már, hogy izé elfelejtettem, hogy kell a metinbe fékezni. Szerencsétlenségemre. Lela. Kek. Kek színű kell. Ez melyik szerver? Vagy ezt erre már válaszoltam? Ez Magic Time 2. MT2.hu oldalról lehet leszedni. Sága. Itt van. Nem bírod a mágia rend templomot? Hát ezzel én is így voltam nagyon-nagyon sokáig, hallod. Kegyetlen. Ott volt először az izé, nagy törés a játékba, hogy hiába, hogy tele izé mindennel, azt egy elég sokáig nem fogod bírni, sajna. Úgy volt, hogy ki volt 900-ben minden előző cuccom. Nos, hol vannak a kékek? De át kellett konkrétan húzni mindent, és azt ki 900-ni, és akkor úgy valahogy bírod nagy dűnyögve. De valahogy nálam ott volt a játékban először az, hogy na megérkeztünk. Na megérkeztünk oda, amikor így elkezd nehezedni a játék. Most meg bírom, csak izé. Elég lassan lehet ott fejlődni. Sága. Sóga. Nanancsága. Hasonló a cuccunk? Meg hát azért gondolom, hogy sok hátas se árt. Zöld. Merre van a zöld? Ó, itt van hátul kék is. Lela. Lela nincs itt valahol? Kék az van. Lela csak olyan nagyon messze van. Az annyira nem jó. Várjál, be kell inni egy izét. Peros. Be kell inni ilyet. Pírus. Pírus oszlop. Pírus oszlop. Itt a pírus. Na mondja. Itt egyetlen egy pírus van. Ez már az enyém. Lela, ez pink. Ezt megtanultuk már, hogy pink. Ezt már nagyon-nagyon rég megtanultuk. Hogy az bizony pünk, és nem lila. Akármennyire is lilának tűnik, az pink. Lecsapnak mind a taxi órát. Az baj. Hát meg hátas, koszti, meg ilyenek. Ez nagyon sokat számít. Nagyon-nagyon sokat. Most a kicsin éreztem ezt meg. Átadtam neki az egyik eventen. És rengeteget számított. Nem is tudtam, olyan sokat számít basszus a koszti. Köszönöm szépen az élőnek a megosztását. Srácok, aki csak teheti, az járuljon hozzá a streamhez egy kis likéval. Ingyé támogatás, amiért nagyon hálás vagyok. Sárga. Merre van a sárga oszlop? Surga. Surga. Vagy ez a sárga? Vagy ez narancsárga? Nem, ez narancsága. Na most 20 perc van még hátra.
Az azt jelenti, hogy most jön be a többi ember. Többi ember fia. Zűd. TikTok népe itt az izé, a streamem hatására nem ébredt fel. Túl rég volt, stream. Hol vannak itt a nagy 50 emberek? Zsolt, köszi szépen a lájkot! Punk! Itt van, te az Aventurekem hány ingerem van már, kajak? Mennyit kell itt futkározni, he? Ilosz. Narancs. Kár, hogy lemaradtam a tegnapiról, basszus. Boss event volt, nem tudtam. Azzal kellett volna kezdeni. Mondjuk tegnap... Ja, de nem is ért... Ja, eszembe jutott, mi volt a baj. Nem is voltam akkor még itthon, szerintem. Milyen oszlop kell? Kek. Menjünk hátra. Hátra volt valahol kek. Ez itt a nagy probléma. Ked volt. Ugye? Ked volt. Ja igen, hát tényleg nem is voltam itthon, jut eszembe. Úgyhogy azért nem tudtam jönni. Hétfőn se voltam. Jó eventek voltak tegnap is, meg tegnap előtt is. A boss-t azt sajnálom. De mit hülyéskedsz, ez az összeset kiüti, ami létezik maga előtt? Bízik benne, valamelyik majd dobni fog? Nem érti a játék szabályait. Beittunk egy zöldet is. Na, ebbe meg felakadtunk. Halló? A lila oszlopot... Ide jó sokan játszanak most. Alig találunk oszlopot, hallod. Lilából hirtelen az összes elfogyott. Csak ne lenne ez a zöld ilyen messze. Valahun itt van. Et bezony. Pink. Pink. Pink oszlop. Új, itt a fába van egy. Ez már az enyém, sajnálom. Stipi stopi. Ali, ez melyik szerver? Ákos, kérlek szépen, ez a Magic Time 2 mt2.hu oldalról letölthető szerver. És éppen harmónia event van. Olyan ez a szerver, hogy minden este 8-kor van valamiféle event. Ez lehet most például a harmónia event. Este 8-kor kezdődik, és 25 percen át tart. Most így az oszlopokat kiütjük, amilyen színűt ír nekünk alul, kapunk mindegyikért egy pontot, és ezeket a pontokat be lehet majd váltani ládává, és abban lehetnek nagyon értékes ajándékok. Tegnap például boss event volt, tegnap előtt tüzes hordó event, igazából a boss event kb. Az egyik legjobb, nyilván, mert értékes dolgok jönnek a bossból. Tüzes hordó event, meg rengeteg pontot tudsz nyitni, az meg azért jó. Nyilván sokkal sok pont, sok láda, abból meg ugye a nagy érték az kicsi eséllyel jön, de a sok ládából általában tudsz nyitni ilyen gyémánt körül záró panfikat, meg mindenféle ilyen szajrét, az meg nagyon jó, nagyon drága, drága, nanancsága. Szóval minden este 8-kor ilyen fajta eventek vannak, hétvégén is vannak eventek. Hétvégén van egy OX event, az OX eventre, ha belépsz, akkor kapsz 1, 2, 3, 4 vagy 5000 sét, csak azért, mert beléptél, ha meg is nyered, akkor még kapsz 5000-et. Ezen kívül van még pink oszlop. Ezen kívül van még vasárnap, minden vasárnap egy labirintus eventot, oszlopokat kell keresned, a hány oszlopot találsz, annyiszor 1000 sét kapsz. Szóval így free-be elég jól lehet farmolni amúgy a sét. A Szerón. Egy nagyon-nagyon tökéletes hétvégével 15000 sét ki tudsz hozni. Vagy még többet is. Az azért még már nem semmi. És milyen színű kell? Kék. Kék oszlop. Oszlop. Merre vagyunk? Ah, itt vagyunk.
És akkor ezen felül egyébként még van persze olyan, hogy vannak ezek a több napos eventek, mit tudom én. Március 15-én is fixen lesz valami kokárd event, vagy tudja a tőgy. Tudja a magasságos tőgy, hogy milyen fantázia neve lesz. A huszárló event, meg ilyenek szoktak lenni, nem tudom. De így random hétköznap is szokott lenni valami. Milyen kell? Pink? Ja igen, ez lesz. Random hétköznap is szokott lenni. Többnyire minden héten bekerül valami holdfénykincses láda event, béke event és társai. Halkítsunk a zenén. Sága. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk nyitni a ládából. Jön gyémánt körülzáró pamflet? Vagy nem jön gyémánt körülzáró pamflet? Ez narancssárga volt, nem sárga. Attila, kérlek szépen, ez a Magic Time 2. mt2.hu oldalról tudod letölteni. Magic Time 2. Narancssága. Még tart egy jó 15 percet ez az event. Utána meg kinyitjuk a ládákat, amit itt kifarmolunk. És ha az is megvolt... Merre van a piros oszlop? Itt van egyetlen egy piros. Akkor szerintem meg megyünk fejlődni. Még hétköznap egy picit nehezebb fejlődni, de meg lesz. Jó lesz. Sokan játszanak? Elég sokan szoktak játszani. Mondjuk most én pont nem voltam egy hete. Egy hetet ki kellett hagynom, de amúgy alapvetően nagyon sokan szoktak játszani. Főleg, hogyha fellépsz egy OX eventre, ahol ingyen sétosztogatnak. Hétvégente tele van. Elég durván. Azért mindenki rárepül a free-sére. Elég az, hogyha csak belépsz az OX eventre, már kapod a sét. Aztán, ha megnyered, akkor megkapod a nyereménysét is. Na várj, ez lila volt. Eltévedtem. Help. Help. Mindjárt behányok itt a nagy izé futkározásba. Megérkeztünk. Narancssárga. Narancssárga. Jó napot kívánok, maga egy narancssárga összlöp. Szó. Most meg egy zöld kell. A zöld azt tudjuk, hogy itt van. Aha, újra narancssárga. Most még sárga. Hú, mennyit kell itt futkározni, ez tényleg. Meg kell állni egyet pihenni, mert itt behányunk. Pink. Én pink oszlopom? Ja, hogy itt vannak a piros oszlopok amúgy. Akkor mit keres ott az eltévedt egyetlen egy izé piros oszlop semmi közepén, ha itt van az összes többi. Most nagyon jó, hogy így egy helyen vagyunk. Nem kell elmenni valami nagyon messzi helyre. Egy távoli galaxisba. Most egy picit messzebbre kellett. Felkányolni! Narancs. Föld hív a narancssárga oszlopot. Jelkezz. Hát ez nem az enyém lett. Na de ez. Amúgy az oszlop eventen, vagy mi az labirintus eventen is. Igazából... telibe ilyen oszlopokat kell találni a nagy labirintusban. Csak azok nem színesek, hanem az a tipik oszlop színű, ami mint a démon toronyban, ami van. Sárga! Itt van a sárgám. Közben itt alul írkálja nekem, hogy milyen színű oszlop köl. Egész jól megjegyeztem, hogy melyik oszlop hol van. Csak nem tudom, hogy van-e kék máshol, vagy csak itt. Van egy ilyen minimap. Igazából ez a tipik event map. Ezen a pályán van az összes létező event. Ha boss event van, ha metinkő event, ha fürge változás event. Minden egyes event ezen az oszlop, ezen a izén van pályán. Lela. Kell nekünk egy lela. Erre van a lela. Még 10 perc. Még 10 percünk van.
amúgy erre az egy eventre, meg a Tanakára talán érdemes csinálni a IAS Ninja-t, mert simán kilövött távolról nem kell annyit rohangálni. Ez a sárkánya mindig tovább futok. Ez hihetetlen. Kekszínű oszlop. Keksz színű. Sárga. Ez valahol itt vissza fel. Ez zöld. Hú, ez nagyon zöld. Itt a sárga. Bezöldült sárga. És megint oda vissza kell itt rohangálnom. Lila! Bepúnyadtam ettől az eventtől. Mondjatok egy viccet. Mondjatok csajozós szövegeket. Majd vicces csajozós szövegeket láttam egy TikTok videóban. Na, jó napot. Jó napot kívánok. Halhatatlan oszlop. Azt hiszem rossz folyosón jöttem be, mert ezek kékek. Narancs sárga, ez sima sárga. Where is it? Hol? Várjál, hol van? Ja, itt van. Hogy ez még pirosnak is elmenne. Zűd. Egyedül amúgy a lila meg a pink. Az annyira egyforma. Ezt egy picit megváltoztathatnák. Mert ez a pink, ez lilának is elmegy simán. Nem? Mondjuk úgy láttam, az összes oszlopnak a teteje az. Figyeljétek, ez a pink, most megyünk a lilához. Megjegyeztétek, amelyik a pink? Még ott van, él még a fejetekbe? És itt a lila. Hát nem túl nagy különbség van. Ugye? Itt lánynak kell lenni, hogy ezt az eventet megnyerd. Különböző árnyalatokat megkülönböztetni. Halvány lila. Libafos zöld. Sárga? Őj, hol vagy? Ah, itt van. Mennyi van, tippeljetek. Még én se látom, basszus, hogy mennyi van. De látom. Jézusom, 90 oszlopot kiütöttem, azt a mindenit. Ki gondolta volna? 90 oszlop, az jó sok. Igen, és most vagyok a 91-nél. Anyám kínja. Elővesszük a kis hátasunkat is. Várjál, nem is ezt. Nem is ezt, hanem ezt. Ezt, de skin nélkül. De miért ilyen leopárd van, vagy what? Ja, várjál, tudom, mert ide feljön ez a skin. Okay. Na most. Vámpír srác, gyere elő. Versmondó srác, előjött. Na, mehetünk a lilára. Hol vagyunk, ez a lila? Ez a rúzteré, bocsánom. Uram, bocsáss meg, de ez az enyém. Tehát ez egy pirosra várnak, vagy őten. Narancs. Ah, zó, itt is van. Surga. Köszönöm szépen a követést, TB Felemi JT. Kösz szépen, haver. De rég hallottam már ezt a hangot. A jó öreg követés hang. Kék oszlopocska, Dániel! Köszi szépen meg a lájkot is. Nagyon király vagy, Dániel. Köszönöm szépen, Jenő, a kedvelést, meg Geri, neked is a követést. Kösz szépen, srácok. Micsoda nap.
fél percen belül három követés. Jött a negyedik. Köszönöm szépen Noéminak is, vagy Daninak. Dani vagy Noémi? Noémi vagy Dani? És úristen, csattant is az a öt rózsa. Hova rakjam nőnap alkalmából ezt az öt rózsát? Hát én ma úgy megszívtam, srácok. Elmentem, délután fél ötig dolgoztam, mondom, veszek virágot. Itt a közelbe olyan virágok voltak, ki se voltak nyílva. Az olyan virág volt, hogy majd valamikor május közepén fog kinyílni. Mondom, jó van, tovább megyek. A madaras Tesco-ba olyan virágok voltak, amik már múlt héten hervadtak voltak. Mondom, jól van, átmegyek az originál Tesco-ba. Ott is hasonló virágok voltak. Úgyhogy hazabatyogtam egy csokival. A páze nőnapra meg kell indulni egy héttel korábban. Na majd jövőre észbe tartjuk. Vagy nem, majd akkor is elfelejtjük. Ezer meg egy éve nem játszottál már, mert int. Pink oszlop kell. Hát itt az ideje. Ez most egy event éppenséggel. Ez melyik szerver? Ez kérlek szépen a Magic Time 2, és olyan ez a szeró, hogy minden este 8-kor van valamiféle event. Éppenséggel egy harmónia event van. Itt mindig medve fel akar venni barátnak, húha, akkor felvesszük. Itt mindig valamilyen oszlopot kell megkeresni, amit éppenséggel kiír, azt írta ki, hogy keressek kéket, ez pedig lila volt, kicsit meg vagyok zavarodva, de van, amikor boss event van, tüzes hordó event, mindenféle random event van este 8-kor. Hétvégén meg olyan eventek vannak, ahol free a sé, ingyését tud szerezni. Úgyhogy nem rossz. Nem rossz. Szia Norbert. A híres Norbert. Itt a pink oszlopunk. Közben srácok, aki csak teheti, tenyereljen rá a like gombra. 1009 like-ot összehoztatok már. Már is 1009 like-ot összehoztatok. Nagyon szépen köszönöm. Ingyé támogatás. Ingyé támogatás a like. Aki csak teheti. Nyomja. Tesó, itt vagy. Itt bizony. Itt vagyok a telefonodban. Az a kis ember, aki itt integet. Sárga. Na mindjárt vége van ennek az eventnek, aztán beváltjuk, megnézzük, hogy mit nyerünk. Vajon lesz gyémánt körülzáró pamfletünk? Nem lesz gyémánt körülzáró pamflet? Egyes lesz, kettes nem lesz. Hármas. Egy finkhang. Pink. Belenőtt egy fába. Úgyhogy igazából én ezért szeretem ezt, a sok event miatt. Nem igen lehet unatkozni. Azt az egyet sajnálom, hogy most pont nincs olyan event, ami ilyen többnapos, tudjátok, hogy valami farmolható láda event. Azt nem mondta, hogy ez nem pink. Többnyire hétköznap is bent szokott lenni valami random event, ami mit tudom én, béke event, és akkor galambok estek, vírus event, és akkor valami víruskák estek, és akkor egy külön map van neki, de ma nincs. Ennek a metinnek mi a neve? Kérlek szépen, ez a Magic Time 2 mt2.hu oldalról lehet letölteni. mt2.hu. Peros kell, most meg egy narancssárga. Nincs pénzgépre. Hát figyú, ez konkrétan, hogyha meg lehet csinálni a telefonra, meg egy telefonon is elfutna. De nyilván, persze, hogyha, basszus, írtam egy Q betűt. Hogyha akarsz venni egy számítógépet, akkor már nyilván egy zombosabb gépbe gondolkozol, nem pedig egy ilyen ratyiba. De egy ratyi gépen elfut. Hát gondolj bele, 2004-es játék. 2004-es játék akármilyen gépen elfut. Akármilyenen. Vágenzi? Vége lett? Vége lett. Jó napot kívánok.
Hello, Ricsi. Üdv, üdv. Üdv, üdv. Na, és hogyha ez megvolt, nézzük, mennyi pontunk van. Quack. Nézzé, kacsa hangom volt. Pillanatra. Aha, itt még van kettő. Kettő darab pont, ami azt jelenti, hogy összesen van 120 pontunk, és akkor ilyenkor itt kell jönni, ide kell jönni Urielhez, akire mindenki rááll, és itt van harmónia pont, és akkor van tulajdonképpen három opciót. Az egyik, hogy egy sima ajándékdobozra váltod be, a másik az, hogy ezüstre és aranyra. Az aranyba lehetnek azok a nagyon-nagyon értékes cucli-muclik, amik miatt érdemes az aranyat választani, viszont az arany az drága, sok pontot elkér kevés ládáért. És többnyire az aranyládában is ugyanaz van, mint a legolcsóbb ládában. Viszont ha nem az van, akkor meg nagyon jól jársz. 90 pontot beváltunk, és akkor még maradt 30. Úgyhogy mi aranyra megyünk rá, mégpedig azért, kérlek alássan, mert bízunk benne, hogy van benne gyémánt körülzáró pamflet. És a gyémánt körülzáró pamflet mind a mellett, hogy nekem is kell jó árban eladható. De sok küldj rózsát, ezt kinek írtad? Norbinak? Tesó, küldj rózsát. Jó. Nézzük meg, akkor mi is van itt. Mi van oda? 8 darab dob. Ez de fos. Csak 8 darab. Hát ez nagyon nagy csalódás most nekem. Hogyha elmész egy tüzes hordó eventre, a tüzes hordó eventen, kérlek barátom, egy tüzes hordó eventen, hát egy ilyen 100 plusz ládát összeszedsz, ugyanez alatt a 25 perc alatt, itt pedig 8-at. Oh my god. Na mindegy, hát ha ebben a 8-ban van egy gyémánt körülzáró pamflet, és akkor már megéri. Ezért nem mentél? Ságergő, inkább farmolok szíveket. Miért még esnek szívek? What? Milyen szíveket? Nincs is már ilyen szíves event. Nem? Oh my god, köszönöm szépen az 5 rózsát. TB, felemi, alulvonal JT. Na mindegy, vörös démonirat. Templom szív. Kék fénycsillag, kék gyöngy. Ősi démonirat. Ősi jégrum belépő. Lila fénycsillag. Kék fénycsillag. Ja, hogy olyan szíveket. Aha, azt hittem már ezeket a Valentin szíveket, mondom, what the fuck. Hát igen, valóban jobban megérte amúgy elmenni arra. Így most így. Ha így nézzük a dolgokat. Véri szomorú. Véri szomorú. Na mindegy. Menjünk metinkő pályákat. Ki kell farmolni itt a Zuccost. Nem sok, de segítesz. Köszönöm szépen. Most már mehetek izé. Mondhatok fel a munkahelyemen. Kaptam 5 rózsát, vagyis 10-et. Most már fel is mondok. Na, beisszuk. Leszállunk. Felülünk, elővesszük, és átalakulunk. What? Eltűnt alólam a ló? Miért tűnt el alólam a ló? Jó napot! Hát mindjárt. Hát mindjárt jobb. Na lássuk, és kérdés, hogy most mennyi láda fog jönni. Múltkor nem nagyon adta. Az a helyzet... Jaj! Na, álljál már meg! Így. Múltkor nem nagyon adta.
Volt olyan is, hogy bejöttem, és egy darab jött csak. Ugye 25 meténkő van, és azért ütjük ezeket a meténköveket, mert ebbe van egy olyan láda, ami nagyon kicsi eséllyel jön, de abból jönnek ezek a piros, sárga, meg kék elvarázsolt gömbök, aminek a segítségével húzni tudjuk a cuccunkat. Azért ez 2,2 milliót odavágja neki. Jó kis 2,2 milla. Hoppá, jött is egy láda, na ez az elvarázsolt láda. Mivel játszok, kérlek szépen Zalán, ez a Magic Time 2 szerver. Metin szerver mt2.hu oldalról tudod letölteni, ha érdekel. És azon gondolkodám, hogy a kicsivel, ami már elég nagy, azzal hogy állunk? 125-ösek vagyunk, ugye? 125-ös szinten tudunk menni a kígyókhoz, nem? Valami olyan. Tegnap 62 ládát farmoltál. Milyen event? Tegnap boss event volt, nem? Köszönöm szépen a követést, Norbert. De rég láttál metint? Meg lett a jégelicet, aztán meguntad? Hát, pedig ez még nagyon az eleje, nem? Most nekem ilyen... Hát most vagyok 228-as szinten, elvarázsolt páncélom van, meg most kellene a jégcuccokat áthúzni valami másik. Vagy akkor lesz jégelit? Jégtitán lesz most. Sektitán. Hangyák. Melyik szerver, uram Tamás, kérlek szépen? Ez a Magic Time 2 mt2.hu oldalról letölthető szerver. Kettő láda jött eddig. Kettő, nem sok, de cserébe kevés. Ennek szerintem, vagy nem tudom, hogy régen milyen volt, mert nem nagyon játszottam régen. Magic Time így van. De, mint hogyha tavaly még jobban jött volna ez a láda. Tavaly karácsony fele. Aztán utána hirtelen már csak ilyen egy-egy láda jött ki egy ilyen egész farmapról. Tolvaj. Hát rápróbálunk. Hát a segít. Itt mindenki szokta mondani a teóriákat, hogy ha nincs ráhatással, meg mit tudom én mi. Régen 80-90 rög volt. Hát most ilyen 13-14-15 milliárdba megy el egy sé. Most raktam fel egy tolvajt, de én nem tudom, hogy ez segít-e. Most jött egy elvarázsolt selence. Mert van prémiumom, ahhoz is jár gondolom valami target drop. Köszönöm szépen, közben jött egy like. Kösz szépen srácok, aki itt rátenyerel a like-ra, már 2119-tel járunk. Nagyon szépen köszönöm. Na, miért vagyunk bebuffolva, lul? Be vagyunk buffolva. Azt a mindenit. Na, három jött. Na most rajta van a tolvaj, még be tudunk jönni háromszor. Megnézzük, hogy akkor most mi a helyzó. Köszönöm szépen Norbert a like-ot. Aki meg még nem tette meg, az nyomjon rá a követés gombra. Kajak, a követés... A követés hangeffekt egy fing lesz ezen túl. Ja, de nem tudom kiválasztani. Ó, basszus, pedig mennyivel viccesebb lett volna. Ha kiválaszthatnám azt, hogy egy fing hang legyen, nem? Köszönöm szépen, Kevin, a követést. Mindjárt megnézem, be tudom állítani a fing hangot. Nagy öblös fing hang a követés. Az mekkora lenne. Köszönöm szépen. Megint. Akármi is történt. Itt van követők. Hang. Nem bírok saját hangot feltölteni, csak képet. Áj, mekkora csalás ez. Mekkora csalás ez. Gyorsan vegyük elő itt a pötet. Vedd elő, Rooster, a peted. Gyerünk, vedd elő a peted. Miért nem jött elő a petem?
Oké, megvan. Na, fenn van a tolvaj. Hárommal jöttünk be. Hát itt van ez a három, ez eddig meg is volt. 25% jár elvleg, meg droppos koszti sem árt. Droppos koszti? A szondi? Hú, itt a múltkor Bambi ajánlott nagyon egy kosztit, csak épp nem volt séb. A hónap záró akcióban. És nem a farmra gondolok. Azt írja, úgy tűnik, hogy probléma van az élő adásom minőségével. Van probléma az élő adásom minőségével? Azt írta ki a TikTok, hogy probléma van. Hát tényleg. De jó. Most akadozunk? Laggol? Oh shit. Ne laggoljon már. Na mindegy. És hang az van legalább? Vagy az sincs? Hang van. Hang nincs. Semmi sincs. Nagyon laggol mi. Ó, more. Mi történik az internettel? Valami gáz van itt az internettel. Császnodból. Várjatok be itten gázban az internettel. Jöjjön már vissza az internet. Please. Valaki kuruzsolja csak meg az internetemet? Be kell fizetni. Lehet. Hát látom, hogy nem nagyon akar úgy tölteni, ahogy neki kéne. Na mindegy. Van ez így, hogy megjönnek a nézők, és akkor hirtelen jön az internet, és azt mondja, hogy nem! Van ez így. Hogy a rooster úgy jár. Hogy amikor nem kéne pont akkor, azt mondja az internet, hogy... Ma még nem romoltam el. Mikor is romoljak el? Amikor itt van mindenki? Szerintem igen. Szoptassuk meg már az internetet. Strike-ol. Kocsok postás elesett az internettel a kanyarba. De most jó, nem? Vagy most se jó? Se jó. Köszönöm szépen a követést, Jenő. Igen, itt épp finkhangról beszéltünk. Hogy azt kellene beállítani. Jöttem 5. 5 darab is jött most. Milyen az a koszti? Mióta metin ezek? Hát ez egy hosszú sztori. Kérlek alássan, várják, közben kitaláltam, hogy tudom ellenőrizni, hogy itt működik a internet, vagy sem.
De kiraktam a telefon magam elé. Hát úgy, amikor még gyerek voltam, ilyen 2008 környékén, előtte, játszottam körülbelül egy 3 évet a sima Metinen. Aztán azt úgy abba hagytuk, és így gimi alatt meg játszottam egy kicsit ilyen Mesteren, aztán Mester Nexten, ilyen nagyon keveseket, ilyen fél évet, meg ilyeneket. Úgyhogy összesen volt kb. Egy ilyen 4 év metinezésem, aztán abba hagytam nagyon sok időre, és ezt a szervert meg elkezdtem egy olyan 2,5 éve. Köszönöm szépen, Patrik, a követést. Kösz szépen. Elég kuka a net. More. Mennyi belépünk van még? Ó, még be tudunk menni 2-szer. Be is megyünk. Szerintem a rooster bemegy. Be is kell neki menni. Ó, kapom itt a buffot. Thank you, veri a macskát. Buff megmarad? Meg amúgy. Mennyi láda jött? Mennyi láda jött? Mennyi láda jött? 5 darab láda jött. Jó. Mesterről még volt egy videó is. Kinél? Azt nem csináltam videót a sima mesterről. Ja, de volt! Kajak! Vagy nem? Beraktam egy régi videót Discordra. Tényleg csináltam egy YouTube videót Discordra, de az már a Mester Next volt. Ahol minden mobosat szétvertem map egyen. Mekkora tróger voltam. Kajak. El is felejtettem. Siba volt kedvencem, mesterre is toltam simán, 77 varin volt, fekap plusz 8 tünde plusz 9, mekkora szám volt. Jaja. Jaja. Hát igen, ezért én nem szerettem, hát mondom, 2006, valahogy úgy, valamikor úgy játszottam, amikor nagyon-nagyon ment, és az eleje volt is. Úgyhogy gyerek voltam, SMS-sel lehetett sézni, meg ilyenek voltak, és így sé nélkül toltam. Nagyon sokan úgy voltak, hogy nem nagyon séztek, mert a világ összes pénzét rá tudtak költeni. És tehát optok nélkül, ilyen FMS-ből is ilyen nagyon gagyi volt. Aztán tudod, amikor így folyamat így szenvedsz mindennel, hetekig farmolsz az orkoknál, hogy fejlődj, meg ilyenek. Nem tudom, én azt meguntam, és annyira jó, hogy most így mondjuk van ez a szerver, ide jössz, a boltban megveszed a plusz 9-es FMS-t, meg minden, és a sima játékban, ami olyan rohadt nehéz, azt itt tök simán eléred. Nagyon-nagyon hamar eléred. Egy-két nap játékkal eléred azt, amit ott elértél mondjuk, nem tudom, mennyi idő alatt. Évek alatt. És ingyen. Aztán persze itt is benehezedik a játék, de itt legalább az az eleje, tudod, amit végigszenvedsz egy olyan szerón, mint a sima, azt legalább élvezhetővé csinálják. Az a PvP-s, jajaja, vágom már Snotból, mire gondolsz, az a zenés. Az a baj, hogy annak a felhasználómnak, vagyis egyáltalán nem is tudom, melyik az a YouTube felhasználóm. Gózom nincs. Nem tudok belépni, csak megtaláltam a videómat. Ismerősömnek a cége ment a sima metinre, annyi lóvét tolt bele. Az para. Plot twist, csinálni kell egy céget, és egy metin szervert kell üzemeltetni. Az a legjobb, nem? P.
fél év alatt ment ki plusz 9-re. Hát itt is azért, hogyha már nagyon a vége fele jársz a játéknak, akkor... Hát én is már mióta húzgálom ezeket a cuccokat? Tavaly óta. Tavaly december környékén, vagy nem is tudom mióta. De már nagyon-nagyon régóta húzgálom ezeket a szarokat. Nem egy-egy darabot, hanem csak tudod az egész szetted. Az ékszerek, hogy minden meglegyen, az nagyon sok idő. Most már sajna. De hát persze itt is minden pénz kérdése. Ha minden nagyon gyorsan el akarsz érni, akkor csak töltened kell a sét. De ez minden metén szerverrel. Így van itt is. Még nem tudom, de biztos séért is meg lehet vágni. Ezeket a cuccokat. Ezzel minden leesek a székről. Itt vagyunk. Okay, na még egyszer be tudunk jönni. Még van egy belépünk. Ezt most vettem gyorsan Shea-ért. Shea-ért. Shikaká. Mennyit nyertetek, srácok, akik itt voltak a hétvégén? Mennyisét? Shikaká. Síkfutás. Kapunk buffot. Azuliától. Hey, wait. Eltűnt a néni. Lol. Most jelent meg. Lül. Nem volt itt eddig. OX-25K. Na, az király. Király. Az SF-be rengeteg pénzt bele lehet ölni. SF, az mi? 8K is jó. Labi 3000. Nice. Labirintusba, hogyha azon az úton jártok, amit szoktam mutatni, onnan kiszedsz 5000-et is szerintem. 3-5000 séja fix. Jupp. Na, üljél, menj fel. Na, egy utolsó. Tényleg az előzőben mennyi jött? Nézzük csak. 3 darab jött csak. Tehát jött egy 3, egy 5, meg megint egy 3. És ez az első 3 az inkább úgy jött a kesztyű nélkül. OX2000 labirintusról lemaradtál? YouTube-on is fenn van amúgy egy ilyen labirintusos videóm. Azóta tovább fejlesztettem a technikámat. És most már azért ki tudok szedni onnan egy ilyen... Hát, 3-at minimum. És amúgy nagy eséllyel jön a 4-5 is. Mellé. Az ilyen 6-7, az ahhoz már ilyen brutál nagy szerencsét kell legyen. Az már konkrétan úgy tudsz 6-7-et kihozni onnan, hogyha egy útközben egy hirtelen megjelenik egy melletted, amit az úton állók folyamat felszednek. Tehát olyan, hogy például a kezdőhely közelébe, hogy futsz ki, ott is szokott valahol megjelenni, és hogyha pont akkor jelenik meg, amikor te ott újra bemész a labirintusban, na akkor tudod csak összehozni az ilyen 6-7 ezret, különben szerintem nem nagyon. Kristóf, köszi szépen az élőnek a megosztását, meg köszi szépen srácok a lájkokat, 2205 lájknál járunk, aki csak teheti, tenyereljen rá a lájkra valamilyen formában, jobb kézzel, bal kézzel, jobb lábbal, bal lábbal, jobb könnyékkel, bal könnyékkel. De szoktátok használni azt a szót, hogy könnyék? Könyök, könnyék. Ez egy koliba, amikor sörpongoztunk, és belógott a könyököd az asztalra. Ma úgy nem érvényes a dobás, hogyha belóg a könyököd. Akkor mindig azt mondta az egyik gyerek, hogy könnyék. És milyen jól hangzott? Könnyék. Nem könyök, könnyék. Pedig nincs olyan szó. Könnyék. Ezzel játszik még valaki? Nem. Ezzel már senki sem játszik. Senki az égvilágon.
csak nekem tartják fent ezt az egész szervert, és belőlem élnek. Én amit megkeresek reggel a 8,5 órámmal, az beleölöm ide, csak sét veszek belőle, és ezért van egy ember, aki fenntartja nekem ezt a szervert. És megvárja, amíg elérem a 300-as szintet, aztán miután kijátszottam a játékot, utána megszüntetik ezt a szervert. De csak azért tartják fenn, mert tényleg az összes fizetésemet ide elküldöm. Egyébként gondolkodtam mostanában azon, hogy vajon milyen lenne összehozni egy szervert? Grafika 90-es évek? Egész pontosan 2004. Ez a 2004-es játéknak az alapja. 90-es években kb. Én csak ilyen felülnézetes játékok voltak. De hogyha amúgy a Vice City-nek, például a GTA Vice City-nek kb. Ilyen kaliberű grafikája volt. De hát nem is a grafika miatt játsszák, hanem azért játszanak ezen még a mai napig is sokan, pont emiatt, hogy egy ilyen potátó PC-n is elfut a játék, belépsz, sokan vannak rajta, van akivel úgymond így virtuálisan barátkoz, fejlődsz, fejleszted a cuccaidat, és mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy sokan azért játszanak vele, mert hogy mit tudom én, hogy így itt el tudnak érni valamit. Tegyük fel, itt amilyen van egy szar munkájuk, hazaérnek délután, tök fáradtan, már ki van a üzé, tökük az egész élettel, de van egy 300-as karakterük, csillognak, villognak, aztán mindenki megcsodálja őket mapedjen. Én ezt is el tudom képzelni. De szerintem anno amúgy ez a metin ez azért ment hatalmasat, mert hogy mit tudom én, 2004 környéken, amikor így épp hogy így elkezdett így elterjedni az internet, akkor így, tudod, így cseteltél meg minden, és akkor így ilyen kb. Ilyen VR chat volt, hogy így beléptél, és akkor ott volt előtted az izé, az emberke, a kis többszli például így, és akkor tudtad, hogy vele beszélsz. Aztán már így vártad, hogy mit tudom én, suli után megint fogd magad, felmenj, és akkor beszélgess, mit tudom én, házasodtál a játékban, meg ilyenek. Te is játszott, amikor 12 éves voltál? Én hány éves láttam? Én egy ilyen 13-14, amikor sima metinen játszottam. Ja, valaki? Valaki jöjjön már meg. Please. Hybrid. Herbaj. Óha. Óha. Most a hibrid az úgy beindult, most már mindenkit megöl, aki oda került a közelébe. Nya. Vigyázni kell egyébként. A hibrid az még ilyen izé volt, visszafogott. Lelépsz a fűreit, map egyen, aztán már csihi-puhi. De hát most ennyien játszanak. Milyen nap van ma? Kedd? Szerda? Milyen nap van ma? Nem is tudom, milyen nap van. Szörda. Szerda van. Azt most szerda este, map egyen, de csak ha így körbenézek, ennyien fent vannak. Úgyhogy nem csak nekem tartják fent a szervert. Jogar. TDMT2. Next World. Régi Metin 2 mester. És társai. Köszönöm szépen a követést, Kristóf. Köszönöm szépen, Kristóf, és 3128 like? Oh my god. Nagyon szépen köszi, srácok. Na, menjünk át a másikra. Ezt azzal el kellene menni a kígyókhoz. Kígyók, hú de kígyó, nagyon kígyó. Ez lesz az. Szerintem, ha kimosták volna, így egy kuta vagyok. Itt ezt is valaki meg kellene, hogy ője. Aki még nem tette be, aki még nem tette meg, ezt tegye be, nem? Az nyomjon rá a izére is. Mi az? A követésre, please. Ingyen támogatás. A legjobb támogatási forma.
Free támogatás. 125 level max hangyák, ja, jó van, tényleg hangya. Mindig elfelejtem. Ujjaj, ujjaj. De ez ilyen csoró volt? Ennek nem volt semmije. Ezt nem jön, hogy elhiggyem. Itt egy csomó Minotaurus láda. Aha. Oké. Okay. Hát úgy látszik, hogy akkor itt tényleg nincs. De gondolom a hangyák úgyse ölnek meg, tehát fogjuk, aztán megyünk, azt izé, jó lesz. 9-es pajzs megvan, sityakot lehetne esetleg még húzni. Hát az előbb te álltál mellettem az event után? Ó. Ó. Klik, itt van klik. Úristen, akkor átcsúltam a monitorra, hogy megtört a kép. Lul. Jó, hangya belépő kell nekünk? Vagy van alapból ilyen hangya belépésünk ingyé? Nem biztos, hogy van, de hangya belépünk, azt tudja, hogy van. Fogjuk, azt bemegyünk. Ó, igen, és akkor tényleg itt is megvannak ezek a very, very szép hátasok. Oh my god, micsoda szép hátas. Annyi menő, izé, ez a macska, ez, a bálna, ez, meg ez. Annyira jók ezek a kék színű, izé, hátasok. Na nézzük meg a hangyákat. Zsangya. Jó belépőt vettem, vagy csináltam én valamit egyáltalán? Hangyaboly birodalom, igen. Nem csináltam semmit. Megnyitottam, kivettem a hátasokat. Ó, itt van Tarzis. Tarzis. 10 darab hangyaboly belépünk van. Mit is csináljak ennyivel? Na majd most. Mondjuk úgyse fog beengedni, hogyha nem várok 10-es szidet. 90-es ékszer. Várjál, tényleg áthúzzuk. Oh my god. Körülzáró pamflet, meg a társai. De fucking dude. Nem kell 90-es ékszer. Ez a lányoknak kell. Fejlődni kell. Ékszer nélkül fejlődni. Angyaboly birodalom. Final boss. Nem vagyok egy kicsit sápadt a képen. Már fehérnek tűnök, pedig eskü, hogy nem vagyok ám ilyen fehér. Oké, és itt vannak valami nagyobb hangyák, én már nem is emlékszem, hogy itt hogy van. Elmegyünk valamerre a vége fele. Hát, ha találunk valami nagyobb hangyukat, hangyuszokat. Van egy bőcsim is, csak 140%-os. Itt is amúgy azt hiszem hamar át lehetett jutni. Ó, itt van valaki. Medve farm. Medve bejelölt barátnak pedig. Ez az ő farmja? Hát itt nem nagyon vannak nagyobb hangyák. Vagy csak nekem tűnik úgy. Mark, te vagy a medve? Ach, zó. Hát nem tudom, itt szerintem ennyi a max. Ezt itt hanyas szintig kellene vergődni. Ezt valaki tudja-e? Felülünk a kukkacra. Átváltozunk. És felülünk megint a kukkacra.
Ó, amúgy ez egy picit erős. Lehet, egy picit erős. Lehet, egy picit erősek. Újra tervezés. Újra tervezés. Úgy fogunk újra tervezni. Hogy? Nem ezen van amúgy a... Nem. De a nyuszi jelmez az miért nincs ezen? Mindegy, átadjuk a nagynak a jelmezét. De hol van akkor a nyuszi jelmez? Ezen? Itt van. Lehet, hogy ezeket megfogjuk és átadjuk. Nyuszi jelmez. Az azért csak használ. Ó, hát itt van. Ja, de mondjuk ez a kard, ez nem olyan erős. Ez a kolibri kard. Fú, basszus, ezt már azt lehet, hogy Lux-tól kaptam. Ezó elleni plusz 9-es zombi akkor megy. Hát majd behúztam én egyáltalán a raktárba? Dehogy húztam? Ugye? Ugye, hogy nem. Aztán néztem volna. Úgy vagyok vele, hogyha már megvagyok, ez a 150-es szintű. Na majd akkor. Majd akkor felfejlesztem a cuccokat. Csak azért annyi, erre a üzére is annyi pénzt beleölni, úgyhogy még a naggyal is szenvedni kell. A már picit sok. A már több a soknál. Gyors fejlődni kell. XS-es ruha. Kikészít. A zigzeses ruha. Oké. Hát ez nem biztos sokkal több. Ezt levesszük. Ez milyen? Ez vadkutya. Te kutya. Majom. Hát jó, próbáljuk meg újra. Meg benyomunk egy 50%-os szörny ellenit jóló. Rendszer opció. Kis hangocskát adunk rá. És valami szép hátas kell ide. Egy bálna. Vagy egy cica. Legyen a cica. Ez az. Húha. Very húha. Jó lesz, ezt csak így óvatosba kell nyomni. Beeszünk mindent. És jó lesz az. Pet? Igen, az lehet, hogy nem ártana, ha átadnám. De most már így jó. Így már sokkal jobb. Érezhetően jobb. Figyelek arra, hogy ne húzzak magamra annyit. És erre rám magamra húztam mindenkit, amit kimondtam. Ez így pont tűrhető. Egyes ez a bálna, ez brutál jól néz ki. Ezekkel a színekkel, főleg. És egész gyors. Jó, relatíve gyors. Lehet kellene tényleg egy jó kis farmos koszti. Múltkor, Zolika, köszi szépen az élőt. Múltkor valaki nagyon javasolt nekem Bambi egy kosztit. Egy jó kis farmos kosztit. Azt hiszem tudós? A tudósra mondta azt?
Azt hiszem a tudós volt az. Ah, sokkal jobban bírjuk. Így már megy. Mondom, én is nagyobbat sebzek. A beívott szajré is segít. Húha, ez most lehet egy kicsit sok lesz. Ó, dehogy lesz sok. Dehogy lesz sok. Mit nekem sok? Itt van medve. Ez a bálna egyébként 7000 sé volt. Ugyanannyi, mint ez a hátas. Az is 7000-ért megy, hogyha a hónapzáró akció van. Legfölül volt. Legutóbb. Nagyon fasza. Nagyon fasza cucc. Tip 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 tip. Halló? Ó, nem kell, köszönöm. Nekem is van valamelyik karakteremen. Itt hanyas szintig kellene vergődni? Mit mondtatok? Melyik szeró ez? Zolika? Megdöme? Vagy Ádám? Ez kérlek szépen a Magic Time 2 mt2.hu oldalról letölthető szerver. ...150-ig kellene itt fejlődni? Oh my god. Kajak 150-ig? Oh shit. Hát ez igazából pont elég is lenne nekünk, mert kb. Addig szeretnék elmenni. Ezzel. 150-ig. Ó, páze. Viszont amúgy csinálnom kellene egy kicsi... Hát nem kell, ott van a 75-ös farmosom. Ez lesz a 150-es farmosom. Jaj, ne. Ojaj. Jó lesz. Ez az. Kis cicával. Ez a cica is olyan szép. Ha megint fejlődtünk. Very fejlődünk. Hú, de fejlődünk. Pénz jön. Ó, itt van a haj is. Csak nem tudjuk felvenni mi. Addig ez adna még 10.000 TP-t. Na mindegy, majd ha meghaltunk. Tegnap 40 perc alatt 17 szint volt. Adja. Főleg úgy, hogyha bebölcsizel, bemindenezel, úgy nagyon-nagyon adja. És hétvégén főleg. Hát hétvégén még van plusz 50%, úgyhogy igazából én azt tudom javasolni, hogyha valaki azt érzi, hogy kicsit lassan fejlődik, akkor csinálja azt, hogy hétvégén fejlődik, mert akkor alapból emelt szorzó van, 550-es, meg rakja fel a tapasztalatgyűrűt, meg vegyen hónapzáró akció keretén belül 200%-os egyórás bölcsit, és zsa! Megállíthatatlan vagy akkor konkrétan. Kivéve a 220-as mapon. Ott nem segít semmi. Ott igazából szerintem az a baj, amúgy ott a mágia templomba vagy mi az, hogy kevés a mob. És ami van, az is olyan lassú, hogy mire odaérnek, hallod? Azzal telik el az időt, hogy odaérjenek. Cső, Viktor! Leszettem már a horrort, amit még be kell fejezni, megpróbálom itt streamelni. Majd holnap, aztán meglátom, hogy azzal milyen nézőszámot lehet produkálni. Vagy esetleg lehet-e két helyre streamelni? Új combos gép vajon mit tud? De azt hiszem a másik gép, hogyha nem tudta, az a kis videókártya, gondolom ez se nagyon örülne neki, hogy két helyre streameljem. Vagy hát tudja, hogy gyász. Lehet, hogy egyszer csak egy helyre kéne. Medvével nem férünk meg egy csárdába, átmegyek egy másik CH-ra. Erősek. Hát, ja. Hótja.
Azt hiszem, amikor megpróbáltam azt a játékot streamelni, maga a játék is elkezdett faggatni. Ezt a horrort, ami holnap lesz. Zolika, köszi szépen a követést. Úgyhogy srácok, holnap jelentkezek egy horrorral. Jaj nekünk, jaj nekem. Meg is próbálom ma azt, hogy hát két hétre nem fogom tudni kistreamelni, hanem mondjuk így felvételezni esetleg. Felvétel? Az egy ilyen játék, mint a Metin egyáltalán nem hajtja meg a gépet, meg semmit nem csinál kb. Pedig az is ilyen átlag kis story game-nek tűnik, hogy nem egy ultra nagy grafika, de mégis. Előző videó Karim így beledöglött kb. Jaj. A reggeli csipa. A reggeli csupa. Magyar Felike csatlakozott. 665 ember van itt. Elég sok 665 ember volt itt összesen ma. Váltunk egy hátast. Na, meg lett ez már a harmadik szint, vagy nem tudom, anyadik, negyedik? Negyedik szint volt eddig. Lassan megy, mert nem jó a hátas. RGB Scorpio, hát itt szinte eltűnök. Eltűnök a tömegben. Itt valami történt. Hirtelen úgy elkezdtek sebezni. Valami szarvan a levesben. István, kösz szépen az élőnek a megosztását. Kösz szépen. Jól néz ki ez a Scorpio is amúgy. Scorpio. 3687 like. Ez már majdnem 5000. 5000 alatt meg se szólalok. Kellemes lágy porezzene. Pim, 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 pim. Tök még milyen jó kis hátasunk van. Van egy másik fajta érdekes sárkányunk. Jó nagy, very big sárkány. Az nem tudom, hogy maga a sárkánnyal ölném. Van egy ingyenes hasonló, múltkor Blancsóval megnéztük, hogy ez milyen. Vicces, mert mindjárt felülök rá. Hol is van? Ez. Kicsit kisebb. Néztük is Balicsóval. Mondta, hogy de hát nekem már van ilyen hátas, ami meg így elővettem, és így tűt. Ja. Majdnem. Ez mi? Valami söprű. Ez meg megint valami cica. Van egy-két elvesz, egy ilyen elmebeteg izé, hátas. Ez melyik szerver? Ez a Magic Time 2 mt2.hu oldalról tudod letölteni. Ez a hattyú, ez viszont ez a hattyú, ez rohadt sok szörnyelent ad. Húha, húha. Bug, elnézést, bug. No, nem, most nem tudok felülni rá. Hú, ott majdnem ott hagytuk a fogunkat. Mióta
Van még tart az az izé? XP még 13 perc. Halljátok, ez bugos. Ez a hátas, ez megölnek itt a szörnyek. Kellene valami szép hátas itt nekünk. Ó, várjatok, van egy valami, ami ez lesz az. Egyből fejlődtünk, ahogy felültem rá. Ez megy is itt az itteni helyhez. Kis piros hangyák, piros hátas. Tip. Húha, ez lehet egy kicsit sok lesz, basszus. Dehogy lesz sok. Mi az, hogy sok? Nem, semmi se sok. Fekete ló egyébként olyan. Ó. Jesszus. Mariska. Ez a ló olyan, mint ami van az egyik mapon. Van egy rubin sárkány. Ezt tudom, hogy megvan nekem. És brutál nagy. Arra is emlékszem. Ez az. Hát nem sokkal nagyobb, mint a többi. És még lassú is. Valaki egyszer beállt mellénk ezzel, és összes többi hátas... Ó, itt vagyunk a teleportos italvarázslónál. Az összes többi hátashoz képest olyan sokkal nagyobbnak tűnt. Ugyanilyen van rózsaszínben. Ki lehetett farmolni Valentin napon. Nagyon szép ez is. Valaki magyar Metin 2-n játszik? Ez magyar. Ez magyar szerver. Hullosan. The Magic Time 2. Ilyen statot nem tudok mondani, hogy hányan játszanak rajta, csak amennyit így láttok map egyen. De az se igazából annyira reprezentatív, mert nem tudod abból, hogy konkrétan hányan vannak fent a szeron, csak azt látod, hogy sokan vannak map egyen. Te vagy a Jocika? Itt játékon belül? Jaj, ez annyira viszket az orrom. Tics. Dögölj. Hányas szinten vagyok? 131. Akkor még 20 szint kellene itt. Hát annyit nem fogunk csinálni. Főleg ma nem. Rettentő nehéz. Miért nehéz? Mi a nehéz benne? Ja, az volt a neved TikTokon? Aha! Nevet váltottál? Bannoltak? Csúnya dolgokat csináltál, Mark? Mondjuk a Jocikából hogy jött a Mark? Vagy a Markból hogy jött a Jocika? Utolsó két szint 200 bölcsővel is lassan megy. Itt, ezen? Nekem a nagy karakterrel így izé. Tehát a nagy karakterrel én már végigcsináltam ezt. És nekem nem tűnt vészesnek. Hétvégén kell csinálni, 200-as bölcsivel gyűrű fel. Én szerintem úgy csináltam, és nem volt vész. Egyedül ami vészes, az a, mondom most a mágia rend templomba. Oh my god. A mágia rend templom az betette nekem elég durván. Ott valahogy
lassan is fejlődök, nem is jönnek a mobok, tehát így nem tudsz ennyit magadra hívni. Magadra hívod őket, várni kell fél percet, mire odaérnek, egy taknya, nyálon csúszó kis dögök, kevés van belőlük. Nem tudom, nekem ez a mágia rend templom, ez egyedül... Eddig ez volt ez, amire azt mondtam, hogy így, ó, more, na ez nekem most már nehéz. A mágia rend nagyon nehéz neked? Ja. Nekem az volt, mondom, egyedül az, simán eljutottam a mágia rend templomig, mint kés a vajon. Úgy mentem, úgy fejlődtem, hogy így brutál. Brutál tempóba. Aztán alapból beértem a mágia rend templomba, magamra hívtam egy-két köpit, és így meghaltam. Mondom, jól van, az nem probléma, mert fejlődünk, fejlesztjük a cuccokat, jó lesz, de igazából az XP se jön annyira jól. Úgyhogy ez a része már egy kicsit nehéz. De addig eljutni meg nagyon sima. Mire odáig eljutsz, addigra meg tudtam én benne lesz, mert jó pár hónapod a játékba, tehát hogy így... Igen, a vége felé. Már nem vagy, nem járok a vége felé igazából. 380 vagy 90-es, vagy mennyi? 400-as most már a max szintén, meg akkor úgymond a felénél vagyok. De hogy ott hirtelen nehezedik. Nekem MT2 nem akar sikerülni, 80 pluszon tovább fejlődni. Sajnálom, nem nagyon ismerem meg a játékot. Hát 80 pluszon úgy kell tovább fejlődni, hogy az SD2 is félbe mész. Hétvégén tapasztalatgyűrűt felrakod, mert hétvégén alapból jár 50% XP plusz, és még veszel egy akármilyen bölcsit. Nyitsz valahonnan. De a legjobb az, hogyha hónapzáró akciókor például veszel magadnak a tárgypiacról 200-as bölcsit. Hónapzáró akció keretén belül azt hiszem csak 2000 sébe kerül. 2000 sét meg simán nyitsz egy OX eventen vagy labirintus eventen, tehát hogy ez ilyen konkrétan semmi ingyen van. De még hogyha nincs hónapzáró akció, akkor is meg tudod venni. Na és akkor... akkor úgy sikerülni fog 80-ról felmenni 90-re, tehát SD2 és félben kell, aztán utána kell menned a BK-khoz, ott leszel 115-ig, 115-ös szinten átmész a Minotaurusba, ott leszel 125-ig, és 125-től pedig jössz ide, ahol én vagyok. Szóval... ja. Jó helyen kell farmolni, jó helyen, vagyis nem farmolni, hanem fejlődni, és akkor jó lesz. Nem ismered az eventeket? Hát úgy van, hogy este 8-kor van mindig valamilyen event. Hogyha nem tudod, hogy miről szólnak az eventek, akkor fel kell menned az mt2.hu oldalra, és ott van egy olyan tab, hogy Wikipédia. És ott minden le van írva. És fellépsz Discordra, fellépsz Facebook oldalukra, és oda mindig kipakolják azt, hogy milyen event lesz aznap. És akkor előre el tudod olvasni, hogy kb. Mit kell majd csinálnod azon az eventen. Simán kiismerhető a játék. Egyedül játszom, senki nem segít, 6-7 optot és tegnap tudtad meg, hogy lehet. Hát figyú, van nekem egy videóm Facebookon, YouTube-on. Írd be azt, hogy Magic Time 2 kezdőknek. És ott is Rooster, vagy Streams Rooster, nem tudom mi a YouTube csatornámnak a neve. Lényeg, hogy látni fogod a logót, hogy én csináltam azt a videót, ez egy 2 éves videó kb. Ott az alapokat elmagyarázom. És abból már ki tudsz indulni szerintem nagyon jól. Szerintem az optolásra is kitérek ott. Egyébként a 6-7 optot, a 6-7 optolót azt így ütni kell, nyitni kell ládákból. Most pontosan nem tudom, hogy mi dobja, mert csak így mindig random lesz. Az 1-től 4 optot, azt ugye a vegyinél tudod,
megszerezni. Az ötödik optot pedig az izé, ahhoz kell egy, hú, nem is tudom mi annak a neve, de úgy néz ki, mint egy földgömb, azt is így nyitod ládákból random. Nem tudom, hogy a tarantuláknál merre van a boss. Voltam ott. Hát írja neked Snotból, hogy spawnál be kell menni a portálba. Tehát gondolom, ahogy belépsz, megfordulsz és oda bemész, de tarantula boss annyira nem éri meg szerintem ölni. Már nem emlékszem, mi jön belőle, de úgy semmi érdekes. Nem? Vásároltál 6-7 optot? Ez olyan dolog, hogy majd lesz. Tehát, hogy így elkezdesz játszani, és azok úgy lesznek. Tehát most ezen a karakteremen, nem is tudom, hogy hol van. Vagy nincs. Várjátok, ide kell nekem egy izé. Hát most nem lát, hogy itt nincs 6-7 optolom. Kell erre egy bölcsi. Beiszok még egyet. Csá Robert. Ó, basszus. Visszajöttem erre. Hát itt egy 200-as, 140-es, ó, itt van egy csomó 140-es, ebből átadunk vagy 4-et. És innen ki is tudjuk venni mondjuk ezt a hógolyót magunknak. Ja. Mizu! Hát most nagyon sokáig nem tudtam sajnos lenni, de visszatértem. Visszatértem. Valamiért szar internettel, de működünk amennyire engedi az internet. Múkodunk. Na, ilyen kell. Megáldó márvány. Tudok ilyet neked adni, ha kell. Mennyit ad? 20% szörny elleni erőt ad, ez meg 14%. Úristen, ez adsz 20% szörny elleni erőt? Hát ez nagyon sok. Ment ilyen random kis karakterre, ez pont jó. Ja, ezt kivettem, de a bölcsit nem. Nagyon jó vagy, Rooster. Nagyon jó vagy. Darwin díjat neki. Megint beiszunk mindent, és úgy jó lesz. Jó ez a pet. Ilyenem van, vagy 30 darab. Na, ha ezt ráhúzod, akkor lesz egy ötödik opt is. És ugye, amit a vegyinél meg tudsz venni, ilyen tárgyforgatót, vagy mit tudom én, ilyen optforgatót, az csak az első ötöt forgatja. A 6-7-et meg külön. Kell hozzá ilyen forgató. Az, hogy milyen opt kell bele, az attól is függ, hogy milyen kaszt vagy. Vagy ez nem? Vagyis igazából az, hogy milyen ékszer kell neked, az attól függ, hogy milyen kaszt vagy. Optokban meg mondjuk, gyere fel a Discordra, Discord szerveremre. A Discord szerveremnek a linkjét megtalálod az izében, itt a profilomon, rákatintasz a profilom alatt található linkre, és akkor ott lesz a Discord szerverem. És a Discord szerveremen van egy olyan szoba, hogy Metin. Ott, ha bekérdezed, hogy mi kell neked, ott biztos segítenek neked. Én annyira nem vagyok profi ebben. De ha ott felteszel egy kérdést, akkor az okos emberek megmondják.
arra érdemes figyelni, hogyha van valami ingyenes hátas, azt mindig váltsd ki. Mert az nyilván adja neked a szörny elleni erőt és társait. Mennyi az idő? Idő! Kezdek kajós lenni. Kajolni kellene valamit. Jó ez a pet! Nagyon jó ez a pet. És basszus így, hogy fejlődök basszus ezzel a 140%-os bőcskössel. Figyelj, nincs is rajtam a karosom. Miért nincs rajtam a karos? Lol. Lel. Ah, nem bírom felvenni. Tök jó, mi? Elfelejtettem a karost felvenni. Szerintem elfelejtettem amúgy feltölteni az előző vodot. Majd holnap feltöltöm mind a kettőt. Minden cuccat plusz 9, meg van benne 10% szörnyen elő. Az a lényeg, hogy úgy csináld meg a cuccaidat, hogy a 6-7. Opt az úgy legyen, hogy... Hogy mindegyik úgy legyen, hogy támadó érték 25, szörnyellini erő 5. A 6-7. A 6-7-ben mindegyikbe ez legyen. Tehát a mindentől elkezdve, a karttól elkezdve, a sisakig, mindegyikbe a 6-7-es az ez legyen. Ez a kettő legyen egymás mellett. Szörnyellini 5, támadó érték 25. Nem tudod, mikor Metin ezt utoljára, én egy hete. Én egy hete. Jól fejlődünk, mert 135-ösek vagyunk, már csak 15 szint kell. Ez hétköznap van ráadásul. Oh my god. Very fejlődünk. Very, very fejlődünk. Meg egyre jobban bírom én is így, hogy egyre növekszik a szint. Olyan, mint hogyha az ellenállásom is növekedne. Védelmem. Resist. Kb. 7 éve. Itt az ideje újra elkezdeni. Gyere a céhbe. A nézői céhbe. Ami vicces dolgokat csinál ez a pet. Nézzétek, mindjárt feldob itt valami ajándékokat. Csak túl nagy ez a hátas. Mindjárt leszállunk valami kisebbre. Csináljad a dolgodat? Csináljad. Megparancsolom. Aha, az eltűnt? Ja nem, csak ide megjelent mellém. Dobálozzál, man! Nem akar szégyellős most, de... Feldobta. Nézzétek, így feldob, és így visszaesik a táskájába az összes cucc. Nekem csak a zöld halam van. Milyen hal? Ja, hátásokat hol lehet szerezni, Petet? Hát, vásárolni kell őket leginkább séért. Köszönöm szépen a követés, szamurája.
Tehát alapvetően nagyon sok ingyenes hátast osztogatnak a játékban, az itt szokott lenni, itt a pörgő érmére, ha rámész, akkor mit tudom én, egy 2-3 hetente mindig beraknak egy ingyenes hátast, ezért érdemes figyelni a Facebook oldalt, mondom, a sztoriba mindig kirakják, hogyha van ingyenes hátas, oda mész, és akkor nulla séért megveszed, és itt konkrétan ez az első oldal, ez mind ingyenes volt, így ez tényleg 2 év alatt összeszedtem. Köszönöm szépen, Morsi, neked is a követést. És ez az egyik opció. A másik opció az az, hogy miután elmentél hétvégén az OX Eventre, ami 7 óra 15-kor van minden egyes szombaton, belépsz Urielnél, akkor ha ott vagy, akkor kapsz egy ládát az OX Event kezdésekor, abban lehet 1, 2, 3, 4 vagy 5000 sí. Plusz vasárnap esténként van egy labirintus event, ugyanúgy Urielnél kell belépni map 1-en, és ott pedig ahány oszlopot találsz a labirintusban, annyiszor 1000 sét kapsz. Tehát, hogy nagyjából egy ilyen eventen ilyen 5-10 000 sét össze tudsz szedni, vagyis egy hétvégén. És van olyan hátas, ami nem örökös, hanem 30 napos, az 90% szörnyellent ad neked, hogyha rajta ülsz. Az összes többi hátas, ami örökös, az elég, hogyha csak a leltáradban van, azon a 30 napos hátason rajta kell ülnöd. És akkor adja meg a 90% szörnyellenét, és ugye ebben a játékban az a jó, hogyha minél több a szörnyellenét, mert akkor vagy erősebb. De ilyen kardban, meg kosztiban, meg azok a jók, amik meg átlagkárt adnak. Tehát szörnyelleni, átlagkár, ezek a jó dolgok. Így tömören, röviden. Például, hogyha van egy kardod, akkor az a lényeg, hogy az átlagkár az minél nagyobb legyen. Ez ilyen az a ideális esetben, a legideálisabb esetben ilyen 50% és környéke. De ezt csak úgy tudod belepörgetni, hogyha van ilyen prémiumos autó bónusz cserélőd. Ha meg nincs, akkor megpróbálj belepörgetni kézzel egy ilyen 30-40%-ot legalább. És visszatérve a petre, ugyanúgy, ahogy van petből, vagyis hátasból 30 napos, ugye azt érdemes megvenni, mert 90% szörnyelleni az nagyon sokat számít, petből is van 30 napos, és vannak olyanok, amikor ingyen adnak petet, de az csak ilyen 20%, 5% és társai, vagy például Valentin eventen is, hogyha bementél nagyon sokszor arra külön pályára, akkor ki tudta gyűjteni ott a valentini petnek az árát, meg ilyenek, tehát a karácsonykor is így van ez nekem meg, hogy karácsonyi eventen nagyon sokszor beléptem a karácsonyi pályára, és akkor azért cserébe kaptam ezt. Ki lehetett váltani. De ami fontos, az a 30 napos hátas, vagy mi az, pet, mert azt lehet fejleszteni, úgy lehet fejleszteni, hogy a majmoknál bányászol ki, hát vannak ilyen bányák, amik megjelennek óránként, és arra van szükséged, és akkor az el kell menni a majmok hegységébe a legvégére, ott van egy nénike, annak odaadod, és akkor az meg azt mondja, hogy menj ki a speciális itemfejlesztőhöz, aki elmondja, hogy sikerült-e a fejlesztés vagy sem. Ezt is Wikipédián el tudod olvasni. A lényeg, hogy mt2.hu Wikipédiára felmész, és ott van egy olyan, hogy pet fejlesztés, olvasd el. Az a lényeg, hogy a 30 napos hátast, mi az, petet, bocsánat, 30 napos petet egyszer fel kell fejlesztened 20-as szintig. Jújjúj. És ha felfejlesztetted 20-as szintig, akkor már 70% szörnyellenét fog adni. Egyes szinten meg kb. 20-at csak. Ó, végre átalakultunk. Elfogyott a dolog. Most alakulhatunk át megint. Jajjaj. Ujjaj. Majom legyek, vagy kutya? Egyik se jó. Egyik rosszabb a másiknál. Skorpió. Vannak sokan a metinben még? Igen. Csá, Jenő! Melyik szaró ez a Magic Time 2? mt2.hu oldalról tudjátok letölteni. Kösz szépen a rózsát, Jenő! Buffert, amen sámánra gondolsz, nem kell. Buff nélkül is simán el tudsz menni. Még sokan azt mondták, hogy kell a mágia rend templomba azon a szinten, ahol én vagyok a 220-as mapon. Ott se kell igazából. Megkönnyíti a dolgodat, mert hamarabb kijutsz.
itt megölöd a boss, mert az mobokat, de nem kell oda se. Nem kell buff. A buff az luxus. Luxus. Ó, bezzel, itt mindjárt meghalunk. Nem jó, inkább visszaülünk a bálnára. Meghaltam! Óha! Ennyire volt jó ez a kutya. Na mindegy. Csak mert én ha használom, akkor sem vettem észre változást. Hát de milyen buff? Tehát most arra gondolsz, hogy csináltál egy kis karaktert, sámánt, és akkor azzal buffolod magad? Egy ilyen kicsivel, vagy hogy? Erre gondolsz buff alatt, hogy... Ja, várjál, hát menjünk a másik CH-ra. De ezt hívják buffnak, amikor van egy sámánod. Hoppá, ott volt egy cégtag. És akkor oda mész, azt így bebuffolod. Ja, várjál, most magamat csináltam, de így oda tudsz menni, azt mást is így bebuffolni. Tehát, hogy itt is azért nyilván nagyobb szintű sámán kell kipézni minden egyes skilljét, és akkor ér valamit. Nyolcvan pluszos? Hát nem tudom. Én nem foglalkoznék buffal. Fejlődni, átváltozva fejlődnék. Még így az ilyen mapokon. Az sokat számít azért, át vagy változva. Na ja. De van, srácok, mára ennyi. Nem tudom, hogy tudok-e jönni még a héten, nem biztos, hogy már leszek. Esetleg pénteken. Majd látjuk, sokan játszanak. Hát most egyébként kevesen vannak fent, az a baj. 3:45 van. Szerda este. Most például, most ez kevésnek számít. CH1-en vagyok. Máskor sokkal többen szoktak itt lenni. Jól van, srácok, nyomjatok be még egy lájkot, nyomjátok be a követést, aztán jövök. Szerintem lehet, hogy pénteken még tolok egyet, meglátjuk, hogy leszek. Kövessetek be mindenhol, meg Discordra gyertek fel, a linket megtaláljátok a profilomon, és akkor biztos nem maradtok le semmiről. Na, csókolom, viszontlátásra, itt medvét bebuffoljuk, nem őt. Úgyhogy viszlát, jó napot kívánok, sziasztok, jó éjt!